Sziasztok, Göci vagyok, Göci. Itt van velem, Hanti. Sziasztok. Hetente új adással jelentkezik a két régi vágású amatőr filmfalú. Göci. Sziasztok. Biztos. Sziasztok, Göci vagyok, itt van velem. Anti. Sziasztok. Szegény pont inni akar. Nagyon szerettük a szuperhős filmeket. Szerintem, amikor elkezdtük a podcast műsort csinálni, akkor mondhatom azt, hogy a szuperhős filmek, képregények az egy ilyen gerince volt régen a vagy a adásoknak. Igen, tehát minden második, harmadik adás ezzel kapcsolatos volt. És jó adás. Amit szerettetek is. És volt miről beszélni is. Uh-huh. Tehát akkor tök jól meg tudtuk beszélni, hogy mondjuk én a képregényt ismertem, Anti a filmeket, és akkor milyen volt, hogy volt. És eljutottunk szerintem mind a ketten arra a szintre, hogy a végtelen háború után iszonyatosan lejtmenetbe mentek, mind anyagilag is, mind mindenhogy minőségileg is a képregény filmek. Nem mondom azt, hogy emlékezzünk a régi szép időkre, mert a DC-nek nem sok felvilágosodása volt. Hát a Zack Snyder érában volt azért jó vonala, meg Christopher Nolan időszakban volt jó vonala, meg mindig elindítottak valamit, és utána a trilógia után abba hagyták. Tehát a környező filmeket, meg szereplőket nem úgy vitték tovább, ahogy kell. Akire meg rárakták, az már máshogy gondolta, és akkor lett belőle egy nagy katyvasz. De ez ugyanígy működik most jelenleg Marveléknél is. Igen, mert szerintem onnan tényleg hogy a Russo testvérek kijöttek a képből, Downey-ék leléptek, és elindult ugye a sorozatos éra is, na ott kezdett el félremenni az egész. Igen, meg ugye itt a legfontosabb, hogy ugye a tehát a pókember idegenben után. Igen, tehát a kángos vonalat, amikor behozták, és az köré elkezdették újraépíteni a bosszúállókat építeni, ott elcsúsztak, de nagyon. Nagyon. De már előtte is érezhető volt szerintem a fekete özvegy. Az már nem kapcsolódott úgy semmihez. Tehát igen, tehát ezt főleg már előbb úgy, kellett volna. Azért köpködnek mai napig a rajongók, hogy a Taskmastert így elcseszni, hogy ez egy sokkal komolyabb karakter. Ugye fekete özvegy azért kapott önálló filmet, mert a Wonder Woman Gal Gadot-val nagyot ment. És akkor igen. A Marvel addig nem akarta, hogy önálló filmje legyen a fekete özvegynek, mert nem bírta volna el, ugye az akkori szemléletek szerint. Igen, de betettek mellé azért egy Rachel Weisz, David Harbour-t, tehát azért tettek mellé még húzó neveket. És remélem David Harbour visszatér, ugye a... Igen. A Marvel-es Suicide Squad-ba. Uh-huh. Utána ugye jött a Shang-Chi, amit te szerettél. Igen, én azt csíptem. Én azóta se láttam. Wreckage ugye... of Time, reméljük majd jön jövőre, de valószínű, hogy megcsúszott, úgyhogy 25-re megy át. És ugye utána érkezett az örökkévalók a legnagyobb bukója. Eddig a legnagyobb bukó. Pedig jön a második része, tehát nem értem, hogy merre akarják azt a szállat továbbvinni. Nem is láttam már azt sem. És utána jött a Pókember nincs hazaut, amit ugye a sok Pókemberrel, ugye a Tobey Maguire, Andy Garfield. Igen, az jó volt látni, öleg Bully Maguire-t visszajönni. Így van. Utána jött ugye a Doctor Strange az őrület multiverzumában. Ugye a Sam Raimi szerintem tök jól lehozta azt a filmet, és most ugye őt állítólag őt pletykálják az új bosszúálló filmbe is, mert ugye minden rendező már lelépett, és őt pletykálják az új bosszúállók filmre. Utána jött Taika Waititi szerelem és mennydörgése, ami csapnivalóan rossz hát volt. Nem, tehát azt nagyon félrement, meg nem is tudom, mit ez a túlpoénkodása, tehát ez a Chris Hemsworth-nek ez a túlpoénkodása. Nem, nagyon rossz volt. Az nem, tehát fapoén, nem. És semmi. Az a baj, hogy most már ugye mossa kezeit Taika Waititi is, most nyilatkozta a napokban, hogy ő csak azért vállalta el, mert akkor született a második gyereke, és hogy kellett a pénz, és akkor hagyjuk már a Ragnarokot, érted, nem? Tudod, ez a kitől született a második gyereke? Hát Rita Orának a palia. Hát Rita Ora mostanában nem szült, érted? Te lehet volt... Ez ugye akkor volt, amikor a Ragnarok... Lehet, volt. Nem tudom. Fú, hagyjuk már, te semmi. Utána jött a Fekete Párduc 2, ugye Chadwick Boseman ugye elhunyt, úgyhogy... Igen, sajnos ott újra tervezés volt, pedig az a vonal nekem tetszett. Igen. És akkor utána jön már nekem a teljes fekete lyuk. Tehát ugye most egy kicsit visszamegyünk a sorozatokhoz, ugye ott volt a Loki, amit te szerettél. Igen, én csíptem, mert az egy különálló szálként ment. Volt a She-Hulk, ami vállalhatatlanul nem, rossz volt. El is kaszálták a második évadot, mert ugye ez egy egyhetes hír, tehát hogy She-Hulk nem lesz többet. Vajon miért? Akkor ugye ott volt a Titkos Invázió, az is nagyon nagyot bukott. Igen, hát a Sólyomszem sorozat is. A Sólyomszem sorozat az olyan, hogy
az nem lesz, az valójában egy ilyen kiegészítése volt már, vagy ilyen felvezetés a Daredevilnek, az is. Igen, meg ugye az ifjú bosszúállóknak is végül is. Igen, két bishopot már behozták. Megint csípem Hailee Steinfeldet, tehát aki játsz a két bishopot. Úgyhogy volt olyan, amiből lehet majd, lehetne jobbat csinálni, Jeremy Rennernek ugye a balesete miatt azért sok minden eltolódott, úgyhogy várjuk a visszatérését sólyom szemként, mert azt tudta hozni. Akkor utána jött ugye a hangya és darás kvantumánia, ugye a kenges vonal, amit már ugye behoztak ugye a Loki első évadába. Teljes káosz volt. Nem, az semmi, tehát ott indították volna meg ezt az egészet, és azt így megnézed, és nem. Tehát ez nem az, ami az első két hangya film volt. Hát nem. Mert nem volt benne Michael Peña. Ezzel nem bukott el az egész. Igen. Utána jött ugye James Gunn a Galaxis őrzőivel, ugye ő ez a teljesen hát az tét nélkül lezárta az egészet. Talán az egyetlen értékelhetőbb Marvel film volt. Az minőségből úgy hozta a lezárását a Galaxis őrzőinek. És utána jött hát ugye az új a Marvelek. Hát ez egyelőre a nézhetetlen státusz van nálam. Tehát nem csak nálad, hanem mindenhol. Ezt majd a Disney Pluson megnézem. Mozi pénzt ezért nem vagyok hajlandó úgy fizetni, hogy mozi jegyér. Tehát ez sem. A hihetetlen Hulknál rosszabb lett. Mondjuk én azt szerettem Edward. Egyébként meg én a Marvel kapitányból az első részt még bírtam, mert én bírom Brie Larsont, és ahogy tudta hozni a Marvel kapitányt, meg nagyon jó volt a végjátékban, amikor bejött, érted, és akkor tényleg megjelent, és akkor szétcsapta a Thanos-t. Russzóéket, mondom. Ők ott élték ezt. Tehát teljesen jó, és abban a karakterből lehetett jót csinálni. Tehát, de így, hogy rátolták ezt a genderes vonalat, úgyhogy Kamala Khanna, amit alapból nem néztünk, ugye a Miss Marvel. Ja, tényleg az is volt a Miss Marvel sorozat is. Na, az az egyetlen olyan Marvel sorozat, amiben bele se néztem. Nem én, azért, hát hogy, én se. Hogy... Látod, el is felejtettem a felsorolásból. Tehát az hót nem érdekelt alapból, hát inkább a Moon Knight-ot néztem, mert az legalább ér valamit. Mert az hibátlan, abból jött a másik évad, bármi. Tényleg a Moon Knight is volt, meg ugye a vérfarkas történet, de hát az ilyen poén. Azt megnéztem, de az nem. Ugye, és akkor jön majd a Deadpool 3, az egyetlen, amire azt igen, mondom, hogy talán... lehet valami, igen. Hát, Amerika kapitány szép új világ, na, az akkor el fog bukni, szerintem. Hát az Anton Mackie-vel az nem. Temetett ő már sorozatot. Az... Viszont jövőre, így a Disney Marvelnél tényleg kb. Csak a Deadpool 3 van belistázva eddig. Mert igen. Az Amerika kapitány az 20-25 február, és akkor 20-25-től... Hát Fantasztikus 4-es, ahol ugye nemet akarnak cserélni az ezüst utazóval, tehát hogy egy női szörnyű, karakter tehát lenne. Ez egy akkora köpködés van, már két hete kijött ez a hír, igen. Hogy... Nem megy jól a Marvelnak, igen, ilyet nem kéne. Nem igazán kéne a rajongóknak a szemébe köpni szó szerint, hogy amit beégettek a külön számokkal, amit ráadásul pont most olvasok, ugye köszönöm szépen, igen. Átvettem a Jóci gyűjteményének egy darabját képregénybe, úgyhogy most teljesen sértettek érzem magam az ezüst utazó miatt. De és ez de... egy jó karakter. Igen. És ugye igazából most... gondolkodtam, hogy igazából tényleg ki lehetne cserélni a nemet, mert mindegy. Á, de Norin de... Ren, tudod, azért csak férfi volt az előző életében, érted, mielőtt a Galactus meg. Igen, tehát ezt mondtam, hogy utálom, amikor 30 éve úgy van valami. És kicserélik. Igen, de tényleg nem osz, nem szoroz a karakter a neme, de... a legjobb ebbe az Anna Taylor-Joy megint. Hogy őt akarják, ez is utazónak. Fie, a Furioza előzetesei, mindenki oda van, hogy ez milyen jó fog kinézni. Nem. Nem hát olyan nem. lesz. De az arca amúgy tényleg egy kicsit olyasmi, hogy ugye... Le van csiszolva a nőnek az arca. Én nem tudom, hogy mit csinált, le van vékonyítva. Ez pont az egyik barátom Karasszal beszéltük, hogy az Emily Blunt-nak is ilyen már az arca, hogy az arc csontjuk így ki van tolva, és az Anna Taylor-Joy-nak is a menüben mikor szerepelt, már akkor látod, hogy össze van nyomva az arca, tudod? Nem tudom. És hogyha megnézed az új mutánsokba, ott még nem ilyen az arca. És utána túlcsúszott egy kicsit a plasztika, érted? De ez nem értem. Rákészült az ezüst utazó szerepére. Hát a Furioza miatt szerintem meg ugye a sakjátszmás történet. Na de tudod, de ki lesz Mr. Fantastic? Hát ez még mindig Lutri, de... Kit rebesgetnek nagyon? Ja, mind Pedro Pascalt. Igen. Jaj, azt is láttam azt a hírt. Hát a csoda lesz. Hát fél, valójában Pedro most ott is lehúz egy kis pénzt, nincs ezzel baj. De mondjuk tudná hozni Mr. Fantasticot, csak ő nagyon... De most már John Krasinski legyen. Hát
igen, most már nem tudják végighúzni azt, amit a Doctor Strange-be behoztak. Tehát most azok jó karakterek voltak. Mert ugye a direkt nem. Ja, már csak azért sem. Igen. Te az működött, az basszuk el, az nem jó. Igen, de igen. A Vanessa Kirby-t írták, ugye a átlátszó lánynak, vagy ugye a feleségének, Sue Stormnak, és hát ami tök jónak néz ki. Tehát Vanessa Kirby az egyetlen olyan választás, amit itt főhoztak az utolsó évben, hogy ő le tudná hozni. Hát igen, mert Ben Grimm mindegy, meg a fákja is nagyjából. Hát a fákja azért jó volt, a kis Amerika kapitány régen fákjaként is. Igen. Tehát Chris azért jó tolta. Utána ugye a Thunderbolts, ugye a Marvel Suicide Squadja, az még úgy jó is lehet. De az biztos nem jön ki jövőre. Nem, ez már 20-25 júli. Utána Penge, amit ugye Marshall Aliék azért dobtak félre, meg az egész Marvel, mert az első forgatókönyv szerint kb. Penge csak egy mellékszereplő lett volna, és egy női vámpírvadász lett volna a főszereplő, és akkor azt mondták, hogy nem. Ez semmi, ez teljesen felejtős. A Fénynyáron nem lehet nő. Mindegy, és akkor ugye 26 május 1-re van beírva a Kang Dynasty. És akinek új írója van most. Igen. Elvileg most egy teljesen új íróval elkezdték gatyába rázni a történeti szálat, mert úgy néz ki, amit ugye pletyka szinten már ugye beszéltünk még az előző adásban is, hogy Dr. Doomra cserélik a Kangot. Hát meglátjuk. És ugye utána jön a Secret War. Nem tudom. Tehát itt hát például egy pókemberben sincs listázva az elkövetkezendő két évre, szóval... Hát egy Venom film van belistázva, amiben valószínűleg már benne kell, hogy legyen pókember, mert úgy fejeződött be a vérontó. Tudod, a after credit jelenetben, hogy a pók, és akkor megy. Hogy ott maradt egy kis darabka. Igen, egy darabka. Ebbe az univerzumban. Igen, tehát ott biztos, hogy a harmadik részben pókemberek kell, hogy csatázzon, és akkor azzal valójában letudják ezt a történetet. Bajos hatos nem lesz, úgyhogy az se lesz, de a Kraven a vadász az lesz. Úgyhogy érdekes, hogy most a Kang dinasztiát azt próbálják helyre rakni, mert ugye ott rá kell, hogy vezessenek a titkos háborúra, és a titkos háborúba, azt elolvastam, mind a két, mind a három könyved, bocsánat, ott a Kangnak nulla szerepe van. Tudom. Zsé. Full zsé. Mondtam neked, hogy egy csomó olyan karaktert hoznak elő, ami a képregény oldalain... Igen, Herkules ott van. Igen, a Herkules, meg Pippatról, meg ilyenek. Ja, pff, most... Hát az csoda. Na mit szólnál, hogyha áteveznénk a másik oldalra, ott is van. Nézzük csalódás bóven. Nézzük egy kis DC-t, igen, ott is van baj. Hát... De ott legalább van egy irány, amit amerre próbálnak. Igen, meg. De szerintem már késő lesz. Hát, igen, tehát mire James Gunn összeszedi az egész brigádot, szerintem a szuperhős filmek, már, tehát már még jobban nem fognak érdekelni. Addigra már kiégnek belőle, de... Hát fiam... vagy ő hozza vissza a köztudatba, és fordul a kocka. Ugye mi a Zack Snyder érát nagyon szerettük, nagyon igen. éltük. Szerintem egyébként a Shazamnál kezdett el lefele menni nagyon, megint igen, a DC. Az már... Addig se volt nagyon fönt, de a második Shazam az félrement, az a sárkánya. Meg hát figyelj, ízével, ugye volt a Shazam első része, az még nem volt az. Az átment, igen. Ragadozó madarak, nézhetetlen. Kapufa. Wonder Woman 1984, ugye ez már Covid idő alatt volt, ugye egyből jött, nem igen, hát az Steam-re. Volt az első ilyen nagyon visszatérő film. Akkor utána az Zack Snyder is. Az igazságligája, ugye az újra, viszont, igen. az nagyon, az adta, top tier, tehát igen. az nagyon jó volt. Csak ugye, az összekavarta a rajongókat is. Persze, de hát már szerintem már... Akkor már mindegy volt. És ugye James Gunn megcsinálta a Suicide Squad 2-t, amit annyira mi nem szerettünk. Igen, tehát az elsőt jobban szerettük ebből. Sokkal. És mi vagyunk a kisebbség. Igen. Utána ugye jött Black Adam, ami egyébként nem volt rossz. Így különállóként teljesen jó, Dwayne The Rock Johnsonnal, Pierce Brosnannal, meg tök jó, tehát az adta. Ugyanúgy Amanda Wallerrel, egy kis Henry Cavill cameóval. Tök tudom. Jó lehetett volna, igen. Utána ugye jött a Shazam az Istenek haragja, amit már hát a rendező is azt mondja, hogy hagyjuk. Igen, tehát nem. Utána nagy csalódásunk idén Flash. Fú, az nem. De egyébként igen, hangulatában meg hangulatba, kéne védeni, mert... Hangulatban jó volt, de a történeti szába... De Val Kilmer tök menő Batman volt. Túlnyújtották, igen. De nem, Michael Keaton. Val Kilmert mondtam, ja. Val Kilmert, ja, hát figyelj. Jó, egy másik univerzummal arra. Na, de egyébként Michael Keaton nagyon hozta ezt a Batman, az vitte az egész filmet,
Meg ugye nekem a női Superman is tetszett egyébként. Igen, tehát az, hogy tényleg úgy hozták le, tehát az alapsztori a közepétől tökéletesen jó, onnantól kezdve, hogy behozták a Batmant, és elkezdték megkeresni a Supermant, ugye abban az univerzumban. Az elején ez a baba mentéses hülyeség, az nem. Yeah. Az nem. De mondjuk az egy egyszer nézhető, az a baj, hogy azt is több mint két évig elhúzták a srácnak a tárgya, Ezra Millernek a igen, tehát ha ez a film a Max-re kijött volna, tök jó lett volna. Igen, Batman. Meg kijött volna a Bad Girl... Zack Snyder után, a Zack Snyder-es igazság ligája után. Igen, meg ugye a Bad Girl-t is, azt sose fogjuk megkapni már, mert ugye azt igen, mondták, azt annyira vacak, hogy kuka. Igen, de úgy, hogy egy teljes leforgatott sorozat kuka, tehát azért az erős. Igen, és akkor utána jött Kékbogár története. Ami nekem ha teljesen jó volt, nekem az tetszett. Ez egy új vonal, ami teljesen különállóan van mindentől. Ez ilyen vasárnap délutáni kis... Kobra 11 helyen. Nem, hát ez az annyira nem Kobra 11, mert azért speciális effektek vannak, meg tényleg a sztori se rossz. És én megnéztem, és így nem pörgettem bele. Ja. Nem pörgettem bele, nem pauzéztam le, nem fogyott alatta a nachos meg a popcorn annyira. Tehát így megnéztem, előbb a Miguel játszik benne ugye a Cobra Kai-ból. Jó kis poénok vannak benne. Alapból az egyik kedvenc stand-uposom, ugye George Lopez, játsza a nagybácsiját, egy kicsit a latino közösségnek azért adtak egy nagyon nagy lökést ezzel, hogy mindenki tényleg a latino és így hozzák. Tehát kb. Tényleg úgy van, mint a Dóra felfedezőben ott is ugyanúgy van, tehát az is egy latino származású hölgy. Tök jól, te teljesen jó hozzák. Egyébként az alapsztori is, a Susan Sarandon, mint gonosz. Van benne pár jó poén, meg George Lopez is nyomja azért az ő dolgait, nagy ízével, nagy hajjal, meg szakállal. Tehát itt is van szerelmi szál is benne. Ezt így megnézed, és így el vagy. Tehát ettől nem kell belegondolni sokat. Én annyit tudok a Kékbogárhoz hozzátenni, ugye ez is egy elég zsé kategória képregényben, hogy az Injustice 2-be tök jól felhúztam azt a karaktert, mert gyors volt, és jó volt vele verekedni. Aha. És az utolsó DC filmünk, ugye az Aquaman és az Elveszett Királyság James Wan-tól, de hát már ezt is már... nagyon. Tehát szerintem ez a Flash szintjére fog visszasüllyedni. És nagyon kíváncsi mivel vagyok. Hogy nem lesz tovább. Igen. Tovább. Tehát Aquaman, Jason Momoa-val Aquaman tovább nem lesz. Viszont ők megállapodtak valamibe James Gunn-nal. Igen, itt a lobót emlegetik, ugye, ami nagyon passzol rá, tehát nem lehet tudni, hogy 100%-ra ő, de már egy ilyen látványterv volt, amit kipattintottak, hogy be volt maszkírozva. Persze, csinálta bárki, tehát lehet fanmade is, de ugye a Jason Momoa, amikor kijött akkor mondta, hogy boldogság van, igen. Boldogság van James-el, hogy szeret mindenkit, és tényleg van jövője a stúdiónál, és stb. Stb. Úgyhogy jó, meg gyúrva. Gal Gadot is menesztették, sajnos. Hát Gal Gadotnak meg kicsit, már pedig én azt sajnálom, pedig egy harmadik, egy trilógia lezárást azért megérdemelt volna a nő. Mondjuk a második rész az kicsit ide limonádésra sikeredett, Pedro Pascalostól, és nagyon egyszer nézőstől lett sajnos, de hát ott túlnyújtották, mert ott a Patty Jenkins sokat akart, utána nem akart alkalmazkodni, nem akartak nagyon igazodni a James Gunn féle sztorihoz, hogy ők megújítják a vonalat, tehát meg akarták tartani először Gal Gadot, utána nyilatkozott a nő össze-vissza, hogy akkor ez lesz, meg az lesz, azt utána a végén tényleg az lett, hogy egy ilyen fél éves procedúrás történet után a James Gunn szépen lenyilatkozta, hogy Gal Gadot nem lesz többet Wonder Woman náluk, szia! Ennyi, azt lehet menni. Úgyhogy fiatalitás mindenféleképpen megkezdődött, úgy Superman srácok, mikor kiválasztották, ugye Superman... Mondjuk nagyon durván Supermanre van teremtve az a csávó. Á, várj, hogy ki van gyúrva? Igen, most? Láttam. Hát így mondták, hogy ő nem fogja hozni Henry Cavill szintjét. Hát na most nézzétek meg a képet. A csávóról mit nagyon csináltak? Jó. Brutál, de nem tudom, mit toltak bele, vagy... Vagy mit nem. Mit nem, inkább úgy, de vagy... NU24-be edzették a csávot. Hát fél Superman, az jó lesz ez. Tehát kíváncsi vagyok, hogy Batmannel mit kezdenek, mert ugye a Matt Reeves-eset azt nem akarják... Igen, azt nem akarják bolygatni, ez teljesen külön megy, de ugyanúgy külön megy a Joker szál is. Úgyhogy ebbe itt megint rendet kell majd tenni, mert teljesen fagyvasz. Igen, valamelyiknek össze kell menni a másikkal, tehát össze kell folyni. Tehát most a Jokert össze lehetne mosni a Matt Reeves-essel szerintem. Mondjuk Noah-ra, nem...
Nem, mert ugye az időben nem jön ki, mert a Joker találkozik a kis Bruce Wayne-nel. Ja, tényleg, jó, igen, az előrébb van. És sokkal-sokkal előrébb van. Igen, mert ugye, de várj, akkor Joker fiatal, de amikor ugye hát most fiatal, hát most érted, hogyha azt vesszük, hogyha Batman korában, tehát nem jön ki a mate. Aha. Hát mert ugye a klasszikus Tim Burton-ös Batman, meg Jack Napier már nem volt fiatal. Hát figyelj, hát a franc tudja, hogy fogják ezt kihozni. Minden esetre lesz ugye a Pingvin sorozat, és igazából jövőre 2024-ben nem nagyon lesz DC film, mert ugye már nagyon... Hát a Peacemaker semmi hír nincsen. Hát azt mondta, hogy majd a Superman után. Igen, tehát az majd, tehát arról nincs hír, mert azt várjuk nagyon, tehát Peacemakert azt szerettük. Igen, de talán ilyen animációs sorozat, vagy mesék ugye lesznek a Justice League Crisis, ezt viszik tovább, de semmi több. Hát nem, szerintem nagyon letisztítják egy kicsit a rajongókat, és altatják, és akkor hogy az újak nagyobbat puffanjanak. Hát meg ugye nagyon elindult például a The Invincible, a The Boys, tehát hogy már a másik vonal... Igen, tehát már... az Amazonnak a vonala is elindult, és az meg a Gen V az nagyon jó. Tehát az ötödik generáció teljesen jó, megnézni a filmet, nagyon jó cameók vannak benne. Most lesz valami The Boys Mexico, vagy nem is tudom milyen cameókat terveznek, vagy spin-offokat terveznek. Tök jó, te figyelj, a Godolkin Akadémiát azt rendbe rakják rendesen. De én biztos, hogy jövőre, vagyis hát már idén sem, sőt már ebben az évben sem érdekeltek nagyon a szuperhős filmek. Szerintem én idén a Flash néztem meg. Aha. Hát túltolták a biciklit, az a baj, hogy túl sokat adtak, és minőségre nem voltak olyan nagyok. Ugye az, amit a Disney is lenyilatkozott, hogy most minőségben váltást akarnak, hát meg az... egyéb, de hát Bob Iger most azért kapja a hideget, meleget, alapból már a Ezüst utazó női verziója, igen. Meg ugye ugyanúgy kapják a DC-nél is az ívet, tehát David Zaslavék is kapják itt a nagy rendcsinálásba, így lekaszálnak minden. Úgyhogy mind a két stúdió nagyobb, akár a Marvel-t nézzük, akár a DC-t, mindenhol azért kapják az ívet rendesen. Hát ugye Elon Musk-tól kapta most az ívet a Bob Iger, igen, hogy az X-en volt valami reklámos történet. Ezt nézzétek meg, TikTokon fent van az egész történet. Hát valójában ott azt nyilatkozta Elon Musk, hogy fuck you. Tehát, igen, és ez Bob Igernak szólt, tehát azért így a Disneynek egy ekkorát beszólni, hogy pénze nem lehet mindent megvenni, ami tényleg valójában igaz is, mert akármennyi pénz van, az új fázis teljesen elrontották, teljesen félrement. Hát a Star Wars is félrement valamilyen szépen, még az Ahsoka nem volt rossz, de hát majd... Igen, hát látjuk. Most már hála Istennek, hogy most így egy kicsit oda kitekintünk, tehát a Dave Filoni megkapta a teljes rendezés, Kathleen Kennedy-t beütették a hátsó irodába. A South Parknak az új legaktuálisabb részét nézzétek meg. Ott elmagyarázzák, hogy Kathleen Kennedy-ben mi a helyzet. Az majd lehet kibeszéljük majd az új évadban. Nézzétek meg, nem spoilerezünk belőle semmit. Úgyhogy Dave Filoni, hajrá, érted, toljad, jó lesz. Úgyhogy érdekes lesz, hogy ez a vonal merre megy. De a Star Wars-on majd csinálunk majd az teljes kibeszélőt, hogy az az év majd hogy fog alakulni, meg mit lehet tudni, mikor már tényleg leszerződtettek úgy mindenkit az évadokra. Úgyhogy érdekes. Hát meglátjuk. Annyira nincs nagy tűz, szerintem jövőre nekem csak a Deadpool 3. Igen, tehát meg ugyanúgy a... Ja, meg bocs, az Echo egy kicsit, mert ugye én nagyon szeretem a Daredevil-t. Igen, ez a Hell's Kitchen-es vonal az megy. Azt még szeretem, meglátjuk, hogy... Igen, hogy ez most jó lehet, vagy nem. Hát írjátok meg a véleményeteket, hogy ti mit gondoltok a képregényfilmekről, egyáltalán érdekel-e még titeket, vagy csak vigan nosztalgiáztok egy-egy bosszúállókon. Igen, sziasztok! Sziasztok.